hogy 300 ember szétszéledjen, és el lehessen vinni két bűnözőt. Normális dolgok ezek? És ebben ez a legrémesebb, hogy ezekről a dolgokról beszélni sem lehet. Én magam cigány emberként most meg tudom mondani, hogy a Győr, Tatabánya, Dunai város tengelyében bizonyos cigány családok fegyvert, kábítószert és prostituáltat adnak, vesznek, és tesznek bármit, amiből pénzt lehet tenni. Volt ilyen település, ahol nemrég azt mondták nekem, hogy hát de Pista, ha 20 ezer alatt volt az érték, amit elkövettem, hát az a jegyző hatásköre. Mondom neki, hogy ez már egy ideje nincs így. Jaj, ne mondjad. Mert ugye bár a kísértékre elkövetett... De ez a valóság. Tehát én most nagyon konkrét dolgokról beszélek. Közétek tartozom majd akkor, amikor megértitek, hogy a gázsók az egyetlen megoldás elsősorban a teljes magyar társadalom, de mindenek előtt rengeteg cigány ember számára is. Mondom ezt azért, mert a gázsók rendelkeznek minden olyan erőforrás felett, amire nekünk, magunknak is szükségünk van, illetve szükségünk lenne. De nem jutunk hozzájuk, mert az apánk sokszor elissza a segélyt. Az uzsorás megveri anyánkat. A nővérünket Hollandiába vitték tartozásgyanánt. És a nekünk kedves tanárnőt a pattársunk anyja veri meg minden héten az iskola előtt. És sokan nem ismeritek el, de leginkább ezért nem jutunk az erőforrásokhoz. Mert mára már mi magunk zárjuk el magunkat előlük. Pedig fontosak lennének, hiszen nélkülük semmire sem juthatunk. És ezt kellene nagyon sok cigány közösségnek megértenie. És kiabálhatunk velük, meg fenyegetőzhetünk. Nem jutunk előbbre. Uszkán vagyunk. Ez egy 420 fős település itt az ukrán határnál. A cigány lakosság arányszáma 80%. Mégis példás az együttélés, és a bűncselekmények száma minimális. Győztes leszel, ha életelemben szelleme vezére. Győztes leszel, ha életeden áll, Istenekre nézel. Győztes leszel, ha karja a hit a roma közösségen belül? Hát a hit is teljed, meg az evangélium, az örömhír. Tehát megpróbáljuk testvéreimmel, vezető szolgáltársaimmal is, és a gyülekezetnek minden tagja maga módján továbbvinni az evangéliumot, az örömhírt. Mert igazából Jézus is ezt mondta, hogyha meggyújtotta bennünk a fényt, akkor ezt tovább kell, hogy vigyük. Tehát nem azért gyújtotta meg, hogy elrejtsük, hanem vigyük tovább más embereknek is, hogy megváltozzanak és más látásuk legyen. Azt hiszem, nem árulok el titkot azzal, hogy az ország legtöbb olyan településén, ahol jelentős számban élnek romák és nem romák együtt, jelentős etnikai feszültségek vannak. És a bűncselekmények száma is elég magas. Részben ebből erednek aztán az etnikai feszültségek. Nálatok mi a helyzet ezzel? Sajnos én is látom és hallom, hogy mi van az országban. Szomorú dolgok ezek, de azt látjuk, éppen ez az, ami a szívünkben van, hogy tovább vigyük az evangéliumot, mert azt tapasztaljuk, hogy itt helyben is, és a környékben is, itt egész Szabolcsban, itt a keleti részen, hogy az evangélium, a hit, az megváltoztatja. Az Isten szeretete képes megváltoztatni az embereket. És ezért vagyunk. Bocsánat, hogy közös szólok, de ez a gyakorlatban hogy néz ki? Nem követnek-e bűncselekményt, nem lopnak tyúkot? Ez így van. Ez így van. Amikor Isten beköltözik egy ember szívébe, az embernek a gondolkozásmódja megváltozik. Pál apostol azt mondja egyébként, most nem akarok prédikálni, de azt mondja a Biblia, hogy változunk el a mi elménknek megújulása által. Ha megváltozik az elme, megváltozik a gondolat, gondolkozásmód, és megváltozik a cselekedet, megváltozik a beszéd. És hogyha ezt meg tudjuk értetni az emberekkel, illetve Isten megtanítja őket, akkor az emberek megváltoznak, és oda tudnak fordulni, és nem cselekszik a bűnt. Nem cselekeznek bűncselekményeket. Tehát ez annyit jelent, hogy ennek a falunak kiemelkedően jó a bűnügyi statisztikája? Így van. Így van.
Isten képes arra, hogy az embert megváltoztassa. És nincsenek bűncselekmények, nincsenek verekedések, nincsenek lopások. Ez az, amit Isten akar, hogy békesség legyen. Egyáltalán nincs. Egyáltalán nincs. Hát itt példák azok a házaspárok, akik itt vagyunk. Külön is össze szoktunk jönni házaspárok, és arra tanítsuk, neveljük egymást, és megtanítsuk más házaspárokat is, hogy igenis harmonikus családi életet tudjunk élni. Tehát, hogy ne nézzen ki kívülre, hanem a házasságon belül élje a házas életét. Említetted, hogy nemrég részt vettetek egy ökumenikus istentiszteleten és összegyűlésen. Elmesélnéd ezt a történetet, hogy ez hogy zajlott? Nagyon hálás vagyok Istennek ezért. Általában minden évben vannak ilyen rendezvények. Ez egy ökumenikus istentisztelet, ahol több egyház van, kisegyházak is és nagyegyházak részt vesznek, és ott imádkozunk, ott dicsőítjük együtt Istent. Legutóbb október 2-án voltunk együtt, ahol 23 ezeren jöttünk össze az országból. És Budapesten, így van a Paplászló sportarénában, és ott éreztem a szívembe, hogy meg kell tegyek egy lépést. Mi volt ez? Ez a lépés az volt, hogy a nemzetem nevébe, mint keresztény lelkipásztor, aki szeretnék példát mutatni, hogy kérjek bocsánatot a magyar nemzettől. Azokért a bűnökért, amit elkövettünk a magyar nép ellen, mint romák. Milyen reakciót váltott ki? Nagyon nagy örömmel vették, és nagyon hálásak voltak, és azt mondták, hogy büszkék rám, hogy ezt meg tudtam tenni, hogy be tudtam ismerni, és nyilvánosan ennyi ember előtt meg tudtam tenni ezt a lépést, hogy a magyar emberektől bocsánatot kértem. De ez nekem a szívemből jött, tehát ez nekem ott volt évek óta a szívemben, hogy erre szükség van, hogy lássa a magyar nép is, hogy vannak olyan megváltozott emberek, akik készek változni, készek odaadni a jövőjüket, és hogy együtt tudjunk itt lenni ebbe a kis országba, és hogy együtt tudjunk egymás mellett élni. Konkrétan mikért kértél bocsánatot? Bocsánatot kértem azért, hogy megloptuk őket. Bocsánatot kértem, hogy megvertük őket, vagy verekedés, lázadást szítottunk. Tehát ez mind ott volt mélyen a szívemben, és amit sajnos most is látok. Tehát úgy éreztem, hogy ezt a lépést meg kell tenni, hogy lássák, hogy akarunk változni, és akarunk lépéseket tenni. Ide a gyülekezetbe vegyesen járnak romák és nem romák? Így van, így van. Először csak romák tértek meg, de aztán, amikor kimentünk az utcára evangelizálni, kimentünk Isten evangéliumát vinni, akkor a magyar emberek közül is megtértek olyanok, akik betegségek által megismerték, illetve gyógyulások által megismerték Jézus Krisztust, és megtapasztalták a saját bőrükön, hogy igenis a roma emberek is tudnak segíteni, és azokban a dolgokban, amik igazából a legfontosabbak, értékesek az embereknek. Lenyúltunk ezekért az emberekért, és ezek az emberek meggyógyultak, megszabadultak, érzik azt, hogy szeretjük őket, tiszteljük őket, és igenis félretették a büszkeségüket, és lehajoltak, és eljöttek ide hozzánk, és beépültek a gyülekezetbe, és szolgatásunk vagyunk, egy tervünk van, harcolunk együtt, és ez egy fantasztikus dolog, együtt csinálni. Milyen életed volt a megtérésed előtt? Hát én egy nagyon-nagyon rossz ember voltam, loptam, hazudtam, csaltam, verekedtem, és rettenetes életet éltem. Itt találkoztam azzal a szeretettel, amit igazából kerestem ebben a világban, és ez a szeretet volt képes engem megváltoztatni. Egyik napról a másikra megváltozott a gondolkozásmódom, az értékszintem, másfelé kezdtem el érdeklődni, azt, amit eddig utáltam, azt megszerettem, a vallást, Istent, és amit eddig megszerettem, azt megutáltam, a bűnt, a világot, és Isten képes volt engem megváltoztatni. Körülbelül 25 évvel ezelőtt éltem meg. Budapesten dolgoztam, felkerültem Budapestre is. Olyan volt az életem, hogy nekem is kicsapongó életem volt. Nagyon sűrűn jártam diszkóba, és olyan fiatalok közt szerettem lenni, akik szipusztak, akik a diszkóba mentek ide-oda, szórakozó helyekre jártam is,
nagyon sok olyan dologba belementem, ami tudtam, hogy nem az én életemnek való. Ezek törvénytelenségek voltak? Így van. Például konkrétan ki ismerem mondani. Lánybarátok voltak. Édesanyám volt egy kollégumba, ő volt a portás, és nagyon sok lánybarátom volt, és őket próbáltam férfiak felé imitálni. És futtatás. Így van, egy kis pénzösszegér. Tehát ilyen mély dolgokban voltam benne. A megtérésem pedig az volt, hogy én uszkai származású vagyok, ebből a kisfaluból is, már az elődeink megtértek. És az ő életükben láttam azt a hatalmas változást, mert ismertem őket, hogy ők is milyen mélyen voltak. És én valahol tudtam, hogy nekem ugyanezt a célt kell vinnem tovább, mert éreztem belül, hogy egy változást kell hoznom. És Budapesten ilyen nagyobb alkalom volt, ahol az uszkai testvéreim, a bátyáim fölmentek, és igét hirdettek. És akkor én is elmentem erre az bizonyos alkalomra, és hát ment az ige, szólt az ige a szívemhez, már a pacsorba rám jött a sírás, mert éreztem, hogy nekem ezt az utat kell járnom. És a bátyám hívogatott, és azt kérte, hogy aki szeretné átadni a szívét az Úr Jézusnak, az jöjjön ki. És akkor én kimentem, befogadtam a szívembe, és azóta az Urat szolgálom. És 17 évvel ezelőtt pedig hazajöttem Uszkába, a kis szülőfalumba, és azóta itt dicsérem az Urat és magasztalom. És azt szeretném átadni a testvéreimnek, a fiataloknak is, hogy együtt dicsérjük az Urat. Milyen itt a faluban a roma-nem roma együttélés? Azt gondolom, hogy mi, itt akik itt élünk, nem nagyon érezzük ezt az ellentétet, mint ahol az ország más területén. Itten békében tudnak élni romák is, nem romák. Ez minek köszönhető? Hogy igazából bizonyítni kell az embereknek, hogy nem vagyunk mások, nem vagyunk rosszabbak. Ahhoz, hogy változás legyen, elsősorban nekünk kell, hogy változzunk, mi, romáknak. És hogy én megváltozom, akkor a körülményem is meg fog változni. Tehát a változás az én életemben ott kezdődött meg, amikor befogadtam Názáreti Jézust. Megváltomnak, személyes megváltomnak. Akkor elkezdtem másképp látni a dolgokat. Igazából nem abban láttam megoldás, hogy elmegyek és betörjek, hanem abban láttam megoldás, hogy azokon a erkölcsi alapnormákon éljek, mint a Biblia tanít. És ezt a te magyar környezeted tudta rólad? Igen, tudták. Észrevették a változást. És a barátságaid és a jó viszonylataid ennek köszönhetőek? Igen, főképp igen, persze. Azt hiszem, biztos így van, mert voltak konfliktusok, megtérésem előtt is, és utána is, utána aztán egészen észrevették a változást egyszerűen. Ez a reménység, ez a hit, ez a bizalom Jézus Krisztusban nem magunktól van. Ez Isten adta. Isten ébresztette a mi szívünkbe. És boldog emberek vagyunk. Amen. Lehet, hogy nincsen nagyházunk. Lehet, hogy nincsen kocsink, mert nagyon soknak nincsen. Lehet, hogy nincsen munkád. De mégis boldog ember vagy. Lehet, hogy még nincsen kisbabád, még lehet, hogy nincsen családod, de boldog ember vagy, ha Jézus Krisztusban bízol. Akik Jézusra néznek, az erejük, a hitük, a reménységük megújul.